Köszöntök mindenkit! Ez itt a One More Game és a kapitalista aranybánya Transport Fever 2 keretein belül a 7. résszel érkezik, és hölgyeim és uraim, itt vagyunk az autópályánál, mint hogy mindenki látja, ugyanaz, mint ami az előző részben volt. Hát, okkal nem autópálya építő így a szakterületen, bezavart a rengeteg szint, illetve út, viszont köszönöm szépen a hozzászólásokat, nagyon nagy segítség volt, hogy így elolvastam és láttam, hogy igen, tényleg a körforgalmaknál van 2-es, van 3-as, és tudom még változtatni a méretét is ennek az orbitálisan nagy autópálya felhajtó és lehajtó sávnak. Ez zseniális, fantasztikus, abszolút hasznos. Nézzétek meg mekkora. Mekkora a 3-as. Eszméletlen, mert úgy látom, hogy egy sáv az, ám mondjuk az ott pont elég. Lesz ott egy másik sáv is. Oké, ezt mi most nem fogjuk megcsinálni. Ezzel a fel, illetve lehajtóval fogunk sakkozni, srácok, lányok. Ez lesz az, ami majd itt is, valószínűleg itt lesz a fel meg a lehajtó sávunk. Így mezőzombornál, itt el fogunk menni, körbe fogjuk autópályázni a települést. Valószínűleg magasabb ponton, és utána fogom majd itt a márvány kitermelő épületnél lejönni róla, és szeretném ezt az autópályát most már teljes mértékben véglegesíteni és pontot tenni a végére, és összekötni azokat a településeket, és megnézni, hogy valójában milyen hatást gyakorol maga a létezése ennek az autópályának. Úgyhogy a mostani epizódban húzunk majd szépen egy hosszút, és körbejárjuk autópályával Mezőzombor, Szeged, Mezőkovácsháza és Erdőkertes egyelőre csak ezen települések összességét.
Azt hiszem, hogy hölgyeim és uraim, készen is vagyok így a hídrendszerrel, illetve magával az autópálya hálózattal. Össze vannak kötve a nagyobb települések, és hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen eredménnyel fog szolgálni. Ugye kezdtük ezzel az elemmel. Köszönhetően annak, hogy megtaláltuk a háromsávost, nem kellett újra kiszenvednem magamból így ezt az egészet, és elméletileg minden megvan. Minden fölőjárót, minden hírat megcsináltam, és ugye ezek befejezetlen pontok, tehát nem is lenne, hogy konkrétan szükség erre a technológiára, egyszerűen csak, hogyha itt vége lenne az autópályának, akkor így bekanyarodna. Na, de lássuk, hölgyek és urak, hogy mennyire szeretnék használni ezt az autópályát. Igen, itt még nincsen semmilyen forgalom. Ugye ritka az, amikor a járművek gyakorlatilag így irányt váltanak, akkor váltanak irányt, hogyha így nem tudnak máshova menni, és akkor használják az autópályát, úgyisten igazából. Azt akarom megnézni, hogy jófele raktam-e mindent le. Igen, az a felhajtó, ez a lehajtó. Igen, és akkor itt lehetne megfordulni? Mert ha megnézzük az utakat, ez a lehajtó. Igen. Ó, és ott már jön egy autó. Ott is. Beindult, hölgyek urak, az autópálya mozgalom. Nagyon-nagyon. Ó, ezt nézzétek meg. A 9-es busz. Okay. Ez nagyon jó. Nagyon jó, hogy használjuk az autópályát, mert az azt jelenti, hogy felgyorsulhat. Természetesen feltételes módban felgyorsulhat a települések között a szállítmányozás, illetve maga a személyszállítás is. És úgy látom, hogy itt már van egy kamion. Így van. Itt van egy kamion, és nézzük a 29-es vonalat. Ó, tökéletes. Minimálisat menjünk belvárosba, azt úgy látom, hogy kell, és nem jövünk vissza az autópályára. Miért nem jövünk vissza az autópályára? Azért, mert itt a lehajtónál nagyot kellene kerülnünk. Igen, itt jövünk vissza. Aha. És mi lenne, hogyha innen közvetlen a hídhoz csatlakoznánk, mondjuk egy egyessel, és közvetlen a hídról csatlakoznánk, és akkor nem kellene bemenni a belvárosba. Szerintem ez egy nem rossz gondolat. Akkor ez a lehajtó, ez a felhajtó. Ó, az igen, az kanyar volt. Lehajtó. Igen, és igen. Fel és le. Remélem, hogy jól gondolkozok, mert most már abszolút megkérdőjelezem saját magam. Lássuk, mi lenne, hogyha ide húznánk egy ilyet. Így van. Ide pedig ugyanabból a kereszteződésből pedig nem tudunk húzni. De, így tudunk. Helyes. Ide pedig jöhet majd egy fel. Így van. Így. Oké, pazar. És annyi, hogy megcsináltuk a lehajtónak gyakorlatilag a sávját, így most már nyugodtan használják majd az autópályát. Egy sáva szerintem bőven elég lesz, legalábbis remélem. Felhajtóról kell esetleg a felhajtón így gondolkodnunk. Alapvetően lehet. Ez a sáv ebből az irányból, és ebbe az irányba. Végülis mind a kettőt tudják használni, nincsen záróvonal, szagadott vonal van, tehát így át tudnak menni az egyikből a másikba, de attól függetlenül ne kell ott menniük a kamionoknak. Itt csinálhatunk egy ilyen felhajtót. Túl nézív. Na majd így. Így. Oké, szuper. Egyszer. És... Így bizony. Remélem, hogy ez működőképes lesz, melyik ez a legszűkebb. Oké. Ja. Na, itt van egy lehajtó, van egy felhajtó. Nem a legszebb, nem is szabvány. De miénk. és ennél a huroknál technikailag a gép szállítmányozás nagyszerűen működik. Mennyi gép van bent? 34 plusz egy kamionnyi gép van bent, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy tudjuk terhelni ezt az újabb vonalat. Na, pörgettem az időt már amennyire, és nézzük meg, hogy mezőzombor gyakorlatilag hogyan. 388.
a lakóházadnak a lerombolása az elég rendesen meggyengítette a települést. Viszont meg tudjuk majd erősíteni, természetesen. Itt van egy út, amit gondoltam, hogy ki kellene használni, de inkább ezt az utat választottam, és ezt az utat szeretném erősíteni, ami már itt van, úgyhogy ezt fejleszteni is fogjuk. Tehát ez azt mondja, hogy 1, 2 plusz 1. Ez a kettő bőven elég lesz, ez másmilyen út lesz. És elektromosat szeretnénk kérni, ugyanolyan, így is van. Így is van. Nem az egészet akarom, hanem kizárólag ezt a szakaszt. Ide húzunk egy vékonyabb vonalat. És itt akarom összekötni, itt fogom technikailag összekapcsolni. Ez itt a gépgyár. Oké. Ez itt a gépgyár. Ezt innen eltakarítjuk. Birtokoljuk ezt az utat. És itt szépen egyszer összekötjük. És fel is fejlesszük. Nagyszerű. Ezt is, és ezt is. Jó. Mindenhol van elektromosság, ugye? Én birtoklom ezt a területet, de lehet, hogy így meg kellene adni a lehetőséget, hogy bővüljön a település, vagy pedig azt mondom, hogy nem. Ezzel lehet még problémás kereszteződés, ugye az autópályára való felhajtás véget. Na lássuk, van-e itt valami még? Valami hasznos. Mert itt csináltunk egy vékony karikát, és néhány lakóotthont így legyalulva, itt szintén összeköthetjük ezt a területet. Ami nem lenne rossz koncepció, vagy megyünk egyel kijebb. Ugyanis a belterületen kell a település mérete véget gondolkozni. Mindenféleképpen fontos, hogy az emberek hogyan jutnak el A-ból B-be. Mert ugyanúgy probléma lehet mondjuk ennek a lakóháznak, a lakosának eljutni erre a pontra, vagy mondjuk pontosan ide az épülő ipari épülethez, pontosan olyan problémás lehet eljutni, mint mondjuk a szomszéd településre. Lássuk, hogy itt milyen a gépjármű forgalom. Itt annyira még nem olyan nagy, de használják ettől függetlenül az autópályát. Ami egy abszolút pozitívum. És nagyon jó, mert délfele haladva is simán használják azt az utat, amit én csináltam. Úgy látom, hogy vegyesen használják a járművek, ami nem probléma. Ahogy megyünk előre az időben, és közeledünk mondjuk 1980 felé, úgy egyre inkább gyorsulni kezd a járművek sokasága, és lesz lehetőségünk olyan járművekkel is találkozni, akik szinte kizárólag autópályán akarnak majd közlekedni, mert a 100 km/h nekik szimpatikus. Most így annyira nincsen kihasználva. Most éppen csak úgy csorognak, csepegnek. Bár minden autópálya ilyen lenne. De hát nem ilyen. Aki volt már rajta, az tisztában van azzal, hogy tumultus van technikailag az autópályákon. De az, hogy tudtunk segíteni a saját rendszerünkön tehermentesíteni, és talán gyorsítani a települések közti személyszállítást, az mindenféleképpen pozitív. Mivel mezőzombor településnek a lakosság egy picikét megcsappant, értem én a 388-at, ugye nem itt volt. Ezért nincs is annyi ember, aki szeretné kihasználni ezt a vonalat. Mezőkovácsházán viszont 4-es vonal. Erdőkertes irányába 1, 2, 3, 4, 5 és 6 járművünk közlekedik. Említettem már korábban, hogy Mezőzombornál szeretnék pályaudvarokat létesíteni, és megmutatom srácok, lányok, hogy mi lesz a következő pályaudvar, amihez fel fogunk készülni. Ez a Passenger Terminus Station. Tehát mindenki, akinek egy nagyon-nagyon minimális szívinfarktusa van, hogy még mindig nem csináltam vonatot, azt meg fogom most nyugtatni. Fogok vonatot csinálni, és azért nem csináltam eddig vonatot, mert személyautókkal akartam megmutatni, hogy hogyan lehet nehéz fokozaton a játékot profit-orientáltan játszani. Ha nem láttátok az első részt, nézzétek meg, elmondom, hogy mit akarok benne csinálni. Nem kell idegeskedni. Nem kell, jó? És pontosan ezért
Mezőzombornál kettő darab állomást szeretnék készíteni. Az egyik pályaudvar ezen a ponton lesz, itt a bekötőnél. És ez pont egy nem egy commercial building, azt mondjuk fel is fogjuk áldozni. És megcsináljuk a játékba az egyik, hanem a legnagyobb pályaudvarunkat. Bus Tram Station. Három darab platform balra, három darab jobbra, 30 méteres. És ezt nézzétek meg! Ezt a pályaudvart! Ezt! Ami nem itt lesz, hanem itt. Méghozzá azért, mert itt szeretnék egy kicsivel, egy picivel nagyobb utat. Méghozzá itt ezen a területen. Ezt akarom, elektromos legyen. És egyenest húzunk ebbe az irányba. Viszont látásra három épület. Majd szépen vissza fogunk nőni. Szerintem lesz rá módunk és lehetőségünk. Illetve Bus Tram Station, ez lesz az északi nagy pályaudvar. Hát mondjuk így közel az úthoz. Így. Szuper. És az északi nagy pályaudvarnak van egy fenntartási költsége ugye ennek az épületnek természetesen. Viszont itt elég is sok mindent be tudunk fogadni, akár több települést. Mennyit fizetünk havonta, érted? Nem láttam, na mindegy. És ide pedig szeretném a nagy állomást lerakni. Nagy állomást szimplán azért nem fogok most itt lerakni, mert itt például 8-as, 320-as, high speed, és ekkora a nagy állomás. Ekkora. Kicsit megpörgetjük. Így. És itt így fogunk kapcsolódni hozzá. Ez lesz a nagy állomásunk. Egy ezres fizetek havonta, az nem probléma. Viszont most már, hogy van itt egy csatlakozásunk, lehet, hogy szükségem lenne mondjuk egy települések közötti csatlakozásra, és akár ezen a ponton, vagy igen, ezen a ponton. Arra gondoltam, hogy itt Tomaj Monostorát össze fogjuk kötni a hálózattal, és Tatabányát is, Dombóvárt is, Szegedet, mindegyiket mezőzomborral. Valamilyen úton, módon el lehet jutni így mezőzombor irányába. Méghozzá Tomaj Monostor az ott össze van, Tatabánya óriási kerülővel. Óriási kerülővel. De Banáról is Nyéklátháza. Igen, az is. Oké, Nyéklátháza vagy Tomaj Monostor. Szerintem Tomaj Monostora lesz az a település, amit én most fogok használni. És Tomaj Monostorából külterületet csinálunk és kicsivel gyorsabbat. És görbét fogunk választani. Egy kicsit belemetszünk a hegybe. Tehát folyamatosan költöttem, és már 250 milliárdom van. Hop, hop, hop. Nem. És nem. És pipa. Varázsceruza. Szépen itt felfejlesztük ezeket az utakat. Hogy a lehető leggyorsabban tudjanak jönni Tomaj Monostorából. Jöhet megint a görbe. Jövünk lefele. És itt már igen, igen szakaszosan csinálom. Mondjuk pénzem van, de nem annyira esztétikus, hogyha túlságosan nagy szintkülönbségeket alakítok ki. És így is van. Tomaj Monostora, illetve Nyéklátháza is csatlakozott most már Mezőkovács házához, ami azért is jött létre, ez a kapcsolódási pont, hogy átmenő forgalmat tudjunk lebonyolítani. Na, ilyenkor mit tudunk csinálni? Azt tudjuk csinálni, hogy ha az autópályát akarom, hogy használják, akkor itt megszüntetem az átmenő forgalmat, de valójában nem akarom. Maximum ezt egy négy sávosra fejlesztem, egy négy sávos útra, amiben egyébként látok rációt. Van benne racionalitás, mert akkor a személyautók hasonlóan tudnak majd közlekedni, mint a buszok. Tehát itt nem tartjuk fel a forgalmat, nem akadályozzuk. Ide keveredik valamilyen járművünk, akkor az így nem lesz leblokkolva is. És ez a nagyon-nagyon-nagyon fontos. Mezőzomborban ez lesz az egyik, ez lesz az észak, és itt pedig a déli pont. És az, hogy mennyire lesz sikeres itt az embereknek az elszállítása, azt majd természetesen meg fogjuk látni, de mint ahogy mondtam, mindet apró lépésenként kell haladni. Apró lépésenként. Nem akarok nagy beruházást, nem akarom látni, hogy csődbe mennek a dolgok. Mezőzomborban van már néhány település bekötve. Technikailag van egy 1-es vonalunk, és egy 3-as vonalunk. 1-es, manage line, és van egy 3-as. Tehát Szeged és Mezőkovács háza hozza a vásárolni kívánó embereket. Ez így nagyon jó. Északban még be tudjuk kötni Dombóvárt,
be tudjuk kötni Tatabányát, és be tudjuk kötni Tomajmonostorat, illetve Nyéklátháza településeket. És a már meglévő állomásokat kívánom használni annak érdekében, hogy megnézzük, hogy mennyire lesz ez valójában hatékony. Tehát vonal, egyes vonal, 30-as vonal konkrétan. Összekötjük itt. És ezt elnevezzük, azt mondja, hogy mezőzombor. Nyéklátház a mezőzombornak. Majd szerintem videón kívül fogok foglalkozni ezzel. Újabb vonalat kérünk. És Tomajmonostora. És mezőzombor. Itt viszont be tudjuk állítani. Ott csak elmegyünk. Legyen a 6-os. 30-as. Itt ez pedig legyen az 5-ös. Így van. És szépen szétszórjuk a buszokat. Mert azt hiszem, hogy 4 települést tudunk bekötni. Kell majd egy vonal a saját zónának. Jöhet még egy. Azt mondja, hogy Tatabánya. Ha kék lesz ez a plusz jel, le tudjuk rakni a vonalat. Ami teljes mértékben fantasztikus. Tatabánya. Így, automatikusan zseniális. És az utolsó pedig Dombóvár. Amúgy Dombóvárra is jöhetnek az emberek, mert itt meg kenyeret lehet venni. Tehát ez zseniális. Mondhatja azt valaki, hogy Tomajmonostorából Dombóvárra akar menni. Itt megteheti. Problémamentosan. Ne a 4-es, hanem a 3-ost képviselt. Azaz. Nagyszerű. Oké. Most van 4 vonalunk. És innen pedig lehet, hogy közelebbről? Nem, innen elindítok járműveket. Tehát Passenger, Men, SL 192, gyakorlatilag gyorsabb és egyel több embert, 80 km per órával száguld, úgyhogy lehet, hogy szépen le fogom váltani az összes járművemet így az SL 192-esre. Hasonló busszal még mindig találkozhatunk esetleg, ami abszolút érdekes. Oké, tehát 1-es, lemegyünk szépen így az aljára, és 33, 32, 31, és 30. Így. Elindítottuk a járműveket, és megnézhetjük egyébként, hogy ilyenkor hogyan gyűlnek az emberek. Mekkora érdeklődés van arra, hogy mondjuk mezőzombor, gépek és szerszámokkal megtömött utcáira menjenek el az emberek vásárolni. Hogyan tudjuk esetleg ezt a vásárlási hangulatot még magasabb szintre emelni, fokozni, szintén eufórikus állapotba hozni? Úgy tudjuk, hogy állomásokat rakunk le egy település szerte, akár csinálunk egy ilyen körforgalmat, vagy két kis sávra bontjuk. És mert ez itt két ilyen 8-as, ezért mind a két sávnak lehet az érintő pontja ez a busz megálló, mert ugye itt meg tudnak fordulni a járművek, és ki tudnak menni, és tudnak menni balra, és tudnak menni jobbra. Ezért mezőzombor nyugat és keletet szeretnék majd a jövőben építeni, méghozzá azért, mert itt szemmel látható egy lakossági övezet van, egy lakóövezet, itt pedig maga az ipar, a maga a gépesítés. 388. Lassan alakulunk, 260%-ot ér. És ilyenkor mondjuk az időt felpörgethetjük. Mert valójában most negyed időn dolgozunk, és hogyha azt mondom, hogy egyszeresen megyünk, akkor megnézzük, hogy mezőzombor a 260%-ával hogyan is nő. És erre figyelni kell amúgy, srácok, lányok, mert hogyha gyorsan telik az idő, nő a populáció, és nő az igény az aktuális produktum irányába. És ez a fontos. Mert most ez 260, de amint megnő mondjuk 500-ra a populáció, ez lehet, hogy lecsökkent csak 200-ra. Mert ugye egyenes arányosan kérnek szerszámokat, illetve gépeket is. Na szóval! Itt már van két ember! Valaki szeretne elmenni... Tomajmonostorára! Lehet, hogy azt mondja, hogy ott lakik a nagynéném, aztán gyorsan meglátogatom. Na lássuk, van-e bármi jellegű érdeklődés? Azt mondja, 31-es... Kettő ember már várakozik, és a kettő emberből is elmegy az egyik annak érdekében. Nem annak érdekében, azért, mert lassú. Lassú a közlekedés. Ez mondjuk abszolút így van. Egy embert szállítunk el. Ez deficit lesz.
De mivel majdnem 10 milliót keresünk így havonta, ezért azt mondom, hogy annyira nem probléma, és hogyha lecsökkentjük az időt, akkor mondjuk kevesebb pénzt fogunk keresni, de... De... Akkor sem fogunk úgymond mínuszba menni, ezt akartam kihozni belőle. Na lássuk, hogy vagyunk. Egy, illetve egy ember. Igen, ez... Azért is nagyon jó ez a stratégia, hogy egy helyre gyűjtjük az embereket, mert hogy átsétálhatnak az egyikből a másikba. Megtehetném azt, hogy ide rakok még egy állomást, csak annyi, hogy akkor az úton itt a zebrán átsétálnak az emberek. NDAEM7. 200 km per órával száguld, 17 millióba kerül. Nos, az elsődleges célunk mindenféleképpen az ebben a mostani játékban, hölgyeim és uraim, hogy a populációt olyan szintre emeljük, hogy akár nagy mennyiségű utast is el tudunk szállítani vonatoknak a segítségével. Az egyes vonal azt hiszem, hogy itt teljes mértékben működőképes, nem is vagyunk fullon. Itt lássuk, hogy hogyan veszük fel az embereket. Egyes vonal, 18, 4-es, 4-es vonal. Ja, igen, délre. Ére, erdőkertesbe. 425 ember, 60%-os növekedés. Viszont ahhoz, hogy itt se legyenek dugók, és ne akasszák annyira a forgalmat, itt is át kell alakítani az úthálózatot. És az azért nagyon-nagyon fontos, mert most még ennyien vannak, de amikor majd ilyen felhőkarcolók tömkelege fogja beteríteni a lakossági zónának a szívét, és mondjuk buszokat szeretné, hogy szállítsák az embereket, mert rengeteg autóval dolgoznak, és be lesz állva az egész belváros. Nagyvárosiak tudják, hogy miről beszélek. Nagyon kellemetlen. Ezt akarom így elkerülni. És nézzétek meg erdőkertest, mekkora, és nézzétek meg mezőzombor mekkora. Hogy itt a populáció az, ami nagy. 24-21 mezőzomborba azt mondja, hogy ezt még tudjuk növelni a gépeket, és akkor egy kis ellenőrzést fogok csinálni ezzel kapcsolatban. Igen, szerintem van rá lehetőségünk. Oké, a fa átvette a vas fölött az irányítást, ami azt jelenti, hogy kérek egy újabb járművet, csak először leellenőrzöm, hogy itt ezen a vonalon. Aha. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, 9. 9. 9. Most azon gondolkozok. 17, 25. 9-re nincsen szükségem. 9-re nincs. 7-re talán? 7-re. Azt mondja, hogy a kettőnek a differenciája ugye az 8. 8. És hogyha a kettővel kevesebbet fogok működtetni, akkor lesz 34 a mínusz. És 7-szer 8, 56, így van. Tehát akkor kettőt eladok ebből a járműből. Line Manage Vehicle. Azt mondja, hogy titeket teljes mértékben eladunk, és... igen. Titeket pedig lecserélünk Peter Bieltre. Így. Nagyszerű. Le vannak cserélve, most már verethetik neki. Toronto CRLV. Ó, 80 km-es Chevrolet C60, azt szerettem azt a járművet. Az kedvemre való volt már így korábban is. Lássuk, hogy mit tudok is, drága. A Sanger 13. Igen, ez ilyen kis települések közti ingázás. 52, kétszeres sebesség. Vagy belvárosba. Bár belvárosba indokolatlannak tartom a 80 km per órát. Kétszeres, háromszoros és kétszeres. Hát a függetlenül jó az a Chevrolet. Mert 2020-ban már nem lehet kapni, ment, akkor már csak 5 évig még lehet Chevroletet kapni, de valószínűleg most így nem fogom ezt a Chevyt megvenni, max ilyen kis települések között, hogy ne legyen üres járat, arra célszerű megvásárolni. Na de srácok, lányok, mezőzombori bekötés. Itt van 7 ember a 31-es vonalra várva. Van 7 ember. Lássuk, hogy a 30 pluszos vonalak hogyan teljesített. Ez igen, két ember. Oké. Okay. Nem. Nem. Így van, mínusz 64 ezer, 30-as vonal, 16 ember tudunk elszállítani. 30-as, 31-es vonal, 6 ember. Az mondjuk nem rossz.
Csak lassú egy kicsit. Csak lassú. Tatabánya, 32-es, szintén kettő ember. És lássuk Dombóvárt. Nem a település név, erre van szükségem, 33-as, szintén kettő ember. Itt próbálom meg kapcsolatot létesíteni, mert ugye láncba össze vannak kötve a települések. Minden egyes település kapcsolódik valahány átszállással valahova. De Mezőzombor most egész éjszakot megkapta, Mezőzomborba 6 település kapcsolódik. És a következő rész alkalmával meg fogjuk haladni újra a 400 fős populációt. Talán egy picit ezen az időn fogunk menni, hogy előrébb lépjünk az évekbe. Szimplán azért, hogy ez a 250%-os populáció növekedés kedvezően hasson a mi játékunkra. Úgyhogy hölgyeim és uraim, megvan az autópálya. Azok, akik nagyon-nagyon szeretnének vonatozást látni, azok hamarosan meg fogják kapni. De ha nem tudják, hogy miért nincs vonat, nézzétek meg az első részt. Ha nem akarjátok, akkor majd beszélünk a többi dologról. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Én Uno voltam, és mint mindig találkozunk legközelebb. Szevasztok!